Üdvözlöm Önöket! Engedjék meg, hogy a teljesség igénye nélkül bemutassak néhány olyan fejlesztést, ami az elmúlt 4 évben a 4-es számú önkormányzati körzetben történt. Felújítottuk a béketeret, ennek keretében megújult a park játszótere, ahol például sűjesztett trambulin és vizes homokozó is helyet kapott. A játszótér mellett újjáró burkolat, illetve padok és parki szemetesek kerültek kihelyezésre, valamint a Bletonplac helyén virágágyások létrehozása mellett új fákat is ültettünk. A felújított béketér számos rendezvénynek is otthont adott az utóbbi időben. Javaslatomra az önkormányzat az éves muskátli osztás egyik helyszínéül jelölte ki, illetve idén nyáron egy családi rendezvényt is tartottunk. A Lidl-lel együttműködésben jelzőlámpás csomópontot alakítottunk ki a Megyeri úti üzletük előtt a biztonságosabb átkelés érdekében. A gyalogosok átkelését immáron zebra és jelzőlámpa segíti, illetve új buszmegállók is kialakításra kerültek. Az önkormányzat éves intézmény felújítási programjában megújult a labdarúgó bölcsöde, az Aranyalma óvoda, számos csoportszobája, illetve utóbbi esetében megújult annak udvara is. Ennek során fakeretes magasságyásokkal, illetve új, öntött gumi burkolatra épített játszóeszközökkel, például játszóházzal és mozgásfejlesztő mászókával gazdagodott az óvoda udvara. Új, modern térfigyelő kamerákat helyeztünk ki az Asner-Lipót téren, a Megyeri út, Fóti út, a Váci út, Fóti út kereszteződésében, illetve az Óceánárok utcában az ipari park melletti részen. Felújításra került több járdaszakasz, például a Nyárfa, a Csombárd és a Vasgereben utcákban. Virággal a szemét ellen akció keretében megszüntettük a Julianus Barát Megyeri út sarkán lévő illegális hulladék lerakóként használt területet, helyére pedig virágokat ültettünk. Helyreállítottuk a Megyeri út, Fóti út sarkán lévő virágágyást. Kezdeményezésemre jelentős mennyiségű hulladéktól szabadítottuk meg a Dunapart egy részét. Az Asner-Lipót téren zöld terület rendezést hajtottunk végre, emellett szobrot állítottunk a tér névadójának. A körzetben eddig több mint 200 fát ültettünk. Mint a körzet megválasztott képviselője, elkötelezett vagyok lakókörnyezetünk fejlesztése, az aktív közösségi élet kialakítása, a problémák megoldása iránt. Köszönöm eddigi támogatásukat. Ezután is forduljanak hozzám bizalommal.